De hogy a mellékelt ábra is mutatja, minden szervező és társszervező itt a terepen munkálkodik már több mint egy hete. Igazából tegnap előtt indultak be a munkálatok, akkor kerültek telepítésre a faházak, melyek állításán jelenleg is dolgozunk. Készül a színpad, épülnek a sátrak, a kajás, illetve az ételes standok, a sajtárusok, a kis színpad és a minden egyéb, tehát most van itt a legnagyobb nyüzsgés technikai szempontból. Ez holnap reggelre teljesen elcsendesül, és onnantól a terep a fesztiválozóké. Az idei fesztiválon, akár csak tavaly, a Kispál és a Borz együttes fellépése lesz a tulajdonképpeni fő attrakció, de emellett rengeteg kísérőprogram, gyermekprogram, a kis színpadon népművészeti program, a Vigadó épületében helytörténeti kiállítás, borászati előadás, filmvetítés és minden egyéb, ami egy borfesztivál velejárója, lesz látható és hallható az idei fesztiválon. Több mint 40 borászat, illetve borász nedűi lesznek kóstolhatók a fesztiválon. A Galambos dűlő, ahol most is tartózkodunk, nagyjából 25 pincével, a szomszédos Szent László dűlő faházikókba települve további 5-6 borásszal, és hát a környező régiók további bő egy tucat borásszal járulnak hozzá a fesztivál fényének emeléséhez. Érkeznek vendégborászok például Kelet-Szlovákiából, Kistoronyáról, Tokajból, a Tokaji régióból, de említhetném még a William pincészetet Villányból, és hát természetesen más környező falvak és települések ismert borászai is itt lesznek.